Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! A biztonságra törekedett és a további fejlődés lehetőségét kínálja a Bonyhádi Önkormányzati Testület elfogadott költségvetése. Filóné Ferenc Ibolya polgármester azt mondta, jelentős forrásokat terveztek erre az évre is a város fejlesztésének finanszírozására. Valamennyi Magyarországon érvényes törvénnyel, kormányhatározattal és jogszabállyal összhangban van az idei Bonyhádi költségvetés, hangsúlyozta Filóné Ferenc Ibolya polgármester. Olyan előterjesztés került a képviselők elé, mely alapvetően a biztonságos működést szavatolja minden az önkormányzathoz kötődő intézmény számára. Mind az intézmények, az önkormányzati fenntartású intézmények, maga az önkormányzat és a hivatal működését is biztosítja olyan forrással, amely ugyan takarékos gazdálkodást követel meg a jövőben is, de mégis lehetővé teszi, hogy biztonsággal és egyensúlyban tudjanak működni az év során ezek az intézmények, maga a hivatal és az önkormányzat is. Nagyon fontos azt is elmondani a számokon túl, bár azok is fontosak, 5,6 milliárdos nagyságrendileg kerekítve az idei költségvetési főösszegünk, hogy ennek az összegnek a több mint 58%-a az idei évben is fejlesztésre tud fordítódni, és ez még 22,5%-kal több, mint az elmúlt évben, holott 2019-ben is nagyon örültünk annak, hogy nagyon sok külső forrással, kormányzati támogatással és pályázatoknak az elnyerésével a saját bevételeinket ilyen mértékben, ilyen nagyságrenddel tudtuk növelni. Ami még szintén fontos és örvendetes, hogy ebből a több mint 3 milliárdos fejlesztési forrásból 362 millió forint a város saját bevétele. Ez is közel 28%-os emelkedést jelent az elmúlt évhez képest. Ez pedig azt jelenti, hogy növekszik a város adóbevétele, ami a feladatok ellátását és a közérzetjavító intézkedések megtételéhez is megteremti a pénzügyi alapot. Egyrészt azért is örülünk, mert több okból tevődik ez össze, vagy áll ez elő. Egyrészt az itt működő vállalkozások jobban működnek, magasabb iparüzési adóbevétele volt a városnak, mint az elmúlt években. Másrészt pedig, hát, mint az előbb említettem, azért egy nagyon következetes és takarékos gazdálkodást várunk el mindenkitől, így az önkormányzat is saját magától, meg a hivatali rendszerétől is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebben az évben a tervezés ugyanolyan metodikával épült, mint az elmúlt időszakban. Mindig a legapróbb elemektől kezdjük el felépíteni a költségvetést az intézmények vezetőinek bevonásával, tekintettel az elmúlt évre, azoknak a rezsiköltségére és minden olyan tényezőre, ami befolyásolja azt, hogy mekkora forrás szükséges ezeknek az intézményeknek a fenntartásához. Ezért bízom abban, hogy megalapozott és jól átgondolt, jól tervezett költségvetési rendeletet nyújtottunk be. A rendelettervezet számos egyeztetésen esett át, így az intézmények vezetője, a kisebbségi önkormányzatok és az érdekegyeztető tanács tagjai is bepillantást kaptak a koncepció tervezetébe. Filóné Ferenc Ibolya azt mondta, annak ellenére, hogy részletesen kimunkált anyagról van szó, a leírt számok nincsenek kőbevésve. Természetesen ez nem jelenti egyben azt, hogy ne kerülne sor, mint ahogy mindig ennek majd a későbbiekben a módosítására, hiszen ezek tervek, de valamiért tartani kell magunkat, és bízunk benne, hogy nagyságrendekkel ez a jövőben sem fog változni. Arról, hogy lehetnek-e plusz bevételi forrásai a városnak, egyelőre nincsenek értesülések, hiszen a pályázati lehetőségek még ismeretlenek. Mindezek nélkül is olyan év elé néz a Völcsék fővárosa, mely biztosítja az intézményei nyugodt működését és a fejlesztési tervekben foglaltakat egyaránt. Több mint 6000 látogatója volt az elmúlt évben a Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda rendezvényeinek. A szervezet legfőbb célja az egészségügyi prevenció kiterjesztése és eredményessé tétele. Ebben az esztendőben a gyermekkorosztály kerül a középpontba annak érdekében, hogy az egészséges életmódra neveléssel új életszemléletet kapjanak. Egyre nagyobb hangsúlyt kap az egészségügyi prevenció. Ennek hatása már látszik, ám eredményessége még elmarad attól, amilyen lehetőséget hordoz az emberi egészség hosszú távú megőrzésében. A Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai az elmúlt esztendőben számos akciót indítottak a felvilágosítás és a betegségek megelőzése érdekében. Igyekeztünk itt a Völcségben egy olyan szemléletmódot átjuttatni a lakosság számára, ami az egészségtudatosságot jelenti, ami a magunkra való odafigyelést jelenti, a szűrővizsgálatok igénybevételét, a mentális és a fizikai egészségi állapot javítását célozta meg.
azt látjuk, hogy egyre inkább érzik, de még mindig nem elég. Vannak olyan mutatók, amikkel nagyon szépen jutottunk előre, így az évek folyamán, hiszen már jó pár éve működünk mi, mint egészségfejlesztési iroda. Azt is látjuk, hogy egyre többen jönnek el hozzánk, de vannak olyan dolgok, amiket értenek és tudnak, viszont a cselekvésben nem biztos, hogy ez át is jut, ugyanis még mindig nagyon kevesen veszik igénybe a szűrővizsgálatokat, ami viszont az egészségi állapot javításának szerintem az alapvető feltétele. Mert hogy, mondja az iroda vezetője, az emberek nem akarnak szembesülni azzal a helyzettel, hogy kialakulóban lévő betegségekkel élnek. Ezzel persze elvesztik azt a lehetőséget is, hogy ideje korán megkezdődhessen a kezelés. Egyrészt van a negálás, a nem tudás, a figyelemkívülhagyás, és van egy félelem is a lakosságban. Inkább azt mondják, hogy nem megyek el, jobb, ha nem tudok róla. Amikor tudjuk azt, hogyha ideje korán felfedeznek egy-egy daganatot, akkor sokkal nagyobb eséllyel gyógyítható, mint később áttétes állapotban. Azért a szűrővizsgálatokon és az akciókon résztvevők száma folyamatosan emelkedik. Bonyhádon és a Völgységben 6800 fölött volt a résztvevői létszám. Az egészségfejlesztési iroda, hál' Istennek, lelki egészség központja is tudott bővülni, és ez a két szolgáltatási egység együtt több mint 6800 embernek tudott segítséget nyújtani 2019-ben. Most a lelki egészség központ részünk az egy picit új, hangsúlyosabb, nagyobb figyelmet kapott a kollégák részéről is, és azt látjuk, hogy egyre inkább a lakosság részéről. Egy-egy előadás után látjuk, hogy megnövekszik azoknak a száma, akik bejelentkeznek hozzánk pszichológusi tanácsadásra. Az idén nagyon széles spektrumú szolgáltatásokat szeretnénk nyújtani. Egyrészt az óvodai iskolai egészségfejlesztésben idén is aktívak leszünk. Többek között lesz egy nagyszabású rendezvényünk, a Testünk a Csoda című kiállítás, ami egy játszóház, de tulajdonképpen ismeret formálás, szemléletfejlesztése a gyermekeknek, és ezt játszva tudják megtenni, úgyhogy örömmel várjuk az általános iskolai csoportokat, óvodákat erre a rendezvényre. Igazából az iskolai óvodai egészségfejlesztésnek az a célja, hogy most alakuljon ki egy olyan egészségmagatartás, ami hatására felnőtt korban vélhetően sokkal inkább odafigyel saját magára és a környezetére egyaránt. Arról nem is beszélve, hogy a gyerek hazaviszi a hírt és a szemléletmódot, ami sok esetben lépésre kényszeríti a szülőket is, önmaguk egészségének védelmében. Az EFI-ben egyéni állapotfelméréseket és kockázatelemzéseket is végeznek, és mindenkit megfelelő tanáccsal is ellátnak saját életére vonatkozóan. Majdnem félkész állapotban van Bonyhádváros megújuló szennyvíztelepe. A képviselők helyszínbejárás keretében kaphattak képet a beruházás előrehaladásáról. Elkészülte után 5 település szennyvízkezelését oldja majd meg az újjáalakuló üzem. 1,8 milliárd forintot nyert Bonyhádváros arra a feladatra, hogy gyakorlatilag teljesen átépítse a már a kor követelményeinek nem megfelelő szennyvíztelepet. A projekt előnyeit nem csak a helyiek, hanem nagymányok, kakas, cikó és kismányok polgárai is élvezik majd. A fejlesztés jelenlegi állapotáról tudhattak meg többet a helyszínbejáráson résztvevő városi képviselők. A pályázat megkezdése előtt volt több alternatíva, de az sok minden miatt elvetésre került, de nem most, 4 évvel ezelőtt, mert egyrészt messze volt, hosszú vezetéket kellett volna építeni, volt egy régészeti feltárással érintett terület rész, azon a területen, amit kinézett a szolgáltató, jól emlékszem, és eleve nem támogatta a pályázata azt, hogy a meglévő szennyvíztelep elbontásra kerüljön. Tehát ez itt maradt volna egy ilyen ipari torzóként még akár 20-30 év múlva is, ezt senki nem akarta, egy szereplő sem, sem a szolgáltató, sem a pályázó önkormányzat. Ezért nem vitték más helyszínre az új szennyvíztelepet, és döntöttek a jelenleg működő teljes felújítása mellett. 22 település konzorciuma adja a projektet, összesen 8,5 milliárd forint összegben valósul meg ezen a 22 településen egy-egy beruházás. Ami Bonyhádot illeti, 1,8 milliárd forint az az összeg, ami ránk jut ebből
a projekt összegből. 2018. augusztusában kezdődött meg a beruházás, annak az érdekében, hogy az itt működő szennyvíztelep teljesen megújulhasson. Ugye rengeteg törvénynek, kötelezettségnek kell, hatósági engedéllyel kell rendelkeznie minden szennyvíztelepet Magyarországon, amely működik, és ezeknek a hatósági elvárásoknak nagyon szigorú szabályai vannak, nagyon helyesen a környezet és a természet védelmében, és ez a szennyvíztelep már olyan elavult volt, és olyan problémák adottak rendszeresen a szolgáltatónak a gondját meggyűjtve, mert azért a lakosság ebből azért hál' Istennek ritkán vett része valamit, hogy mindenképpen úgy gondoltuk, hogy ezt a pályázatot benyújtjuk. Nyertünk rajta, és 2018. augusztusában meg is indulhatott a beruházás. A legfontosabb, ami ennek a projektnek a keretében megvalósul, az itt a mögöttünk látható úgynevezett biokosz műtárnak a megépítése, amely a szennyvíz tisztításának a során azt a technológiát biztosítja annak a helyszínét, és egyben magát a technológiát is, ahol a ide beérkező szennyvíz megtisztul. Ennek a projektnek a keretén belül az itt a telepen megvalósuló beruházásokon túl az legfontosabbat említettem, de épülnek még kiszolgáló épület, az irodaház, garázsok és sok minden más, amit megkönnyíti majd az itt dolgozók munkáját, amellett, hogy a legmodernebb technológia fog megvalósulni. Egy 5% mértékig a rendszernek, a szennyvízrendszernek a rekonstrukciójára is lehetőség van. Ez a projekt legvégén fog megvalósulni itt a városban. Ami azt jelenti, hogy az elavult közműrendszer cseréje is egy szakaszon elkészülhet. Ez azt jelenti egész pontosan, hogy a Rákóczi utcának egy bizonyos szakaszában, amit a szolgáltató a legkritikusabbnak ítélt meg, és ahol évek óta probléma volt a egyszerre nagy mennyiségben lezuduló csapadékvízzel együtt, hiszen sokszor bevezetésre kerül a szennyvízrendszerbe, akkor nagyon sok problémát okozott ezen a szakaszon. De ha a Rákóczi utcában ez a vezetékcsere megtörténik, akkor a Táncsi utcában is a évek óta fennálló probléma orvosodni fog. Mindezzel együtt a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy egyszerre kell a fejlesztéseket végrehajtani és folyamatosan szolgáltatni, hiszen a szennyvíz termelődik és azzal kezdeni kell valamit. És ez így lesz akkor is, amikor az új rendszer beüzemelésére sor kerül, mondta Filóné Ferenc Ibolya. Ami még fontos, hogy mikor kezdheti meg majd az új üzem a megindulását. Valamikor nyára várható, amikor egy 6 hónapos próbaüzem indul, és ezt követően kerül majd átadásra a megújult szennyvíztelep. Mire a projekt lezárul, a legmodernebb technológia működik majd Bonyhádon, olyan, amely messze menőleg figyelembe veszi a környezetvédelmi előírásokat. Idén első alkalommal rendezték meg Majoson a Kolbásztöltő Fesztivált. Az első ilyen esemény a szervezők számára sem várt látogatószámot hozott, emelte ki a fesztivál főszervezője. Az időjárás kegyes volt, 30 csapat nevezett be a kolbásztöltő versenyre. Látogassunk el Majosra, és éljük át a fesztivál hangulatát. Ha tél, akkor Magyarországon a disznóvágások időszakát éljük. Nem telik el úgy hétvége, hogy valamelyik vidéki házban ne gyűlne össze a család és a barátok, hogy elkészítsék télire a töltött ételeket. Majoson ennek az időszaknak a hangulatát idézték meg az első kolbásztöltő fesztivállal. Szóltak nekünk, hogy a Rozi, az a szép nagy koca, kibicsaklott az lába, aztán mondták, meg kell bükni neki itt a nyakát, aztán mondta, Pistám sírt, rít. Mondtuk, hogy hát, mi lesz vele, 2 napig ott sirattuk, aztán mondom ne, Pistának, a Pista, az van neked elég szesztigyál, ez az, legyen egy fesztivál. Félreértettük egymást, de hát ha már itt vagyunk, akkor Rozi, legyen jó termés. Hát lesznek ilyen fűszerek, ezek ám mindamilyen titkosak, ám már családi örökséget nem fecsegik úgy csak úgy ki. Aztán belekeverjük így a szívvel, szeretettel, még kenyérmorzsa is lesz benne nyomokba. Hogyha nagyon vadul vágjuk, akkor lehet még az asztalból is lesz benne darabka. Akadtak olyanok is, akik nem a győzelemért érkeztek Majosra a kolbásztöltőre. Bíró Ferenc, aki évekig szakácsként dolgozott, úgy nyilatkozott, hogy a hangulat volt a fő oka a nevezésének. Mi azért jelentkeztünk erre a versenyre, mert ilyen helyen még nem voltunk, ilyen műsorba, és most hallottuk, és hát mi nem azért jöttünk, hogy győzzünk, azért a társaság meg egy jó buli véget. Tulajdonképpen mi úgy csináljuk, mint a székelyek, mi nem adunk se köménymagot, semmi ilyen különleges vizét, hanem zsírba fogjuk sütni, külön zsírba süssük, ilyen
piros zsírba, ami a székelyeknél van, ami hurka zsír, az át van dolgozva, és abba fogjuk elkészíteni a sült kolbászt. Voltak olyan versenyzők, akik különleges egyenruhát választottak maguknak. A kékfestő ruhába öltözött László Gáborné azt mondja, közösségi indítatásból döntöttek úgy, hogy elindulnak a versenyen. Már majosiak vagyunk, meg egy jó kis móka, meg mit tudom én, úgy összevergődtünk, hogy szomszédok megkérdezték, hogy nevezek-e, hát mondom, egyedül biztos nem. És akkor szóltam a komáméknak, a másik komámék, és akkor így gondoltunk egyet, hogy mégis följövünk, és egy kicsit együtt leszünk. László Gáborné azt mondja, bár nem ők dolgoztak a tökéletes recepten, így is akadt bőven tennivalójuk a versenyen. Darálni, akkor bármit, amit kell, megcsinálunk. Hát régen csináltunk ilyesmit, úgyhogy benne vagyunk a dologban, úgyhogy nem vagyunk egy elveszett emberkék, úgyhogy szerintem csak meg leszünk. A verseny főszervezője azt mondta, eleinte sokan nem hittek a versenyben, azonban reméli, hogy a kétkedőket sikerült meggyőzniük. A kolbásztöltő verseny ötlete 2019-ben fogalmazódott meg, amit idén sikerült is megvalósítani. Tavaly évben el voltunk kommandon egy disznóvágáson Kovászna megyébe, és ott egy baráti beszélgetés alapján arra jutottunk, hogy visszadozni kell a visszahívást az uraknak, és hogy szervezünk egy kolbásztöltő versenyt. A csapat létszámok, én számomra várt sikerre történt, sokan szkeptikusak is voltak, nem hittek bennem, de úgy néz ki, hogy összejött ez a 30 csapat. Számomra ez azt jelzi, hogy Bonyhád környéken egy nagyon szép összefogás van, összetartozás van, és meg lehet mozgatni a tömegeket télen-nyáron egyaránt, és szerencsére jöttek még hozzánk Belvidékről is, és meg Erdélyből is ketten. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!